Kedves fogadtatásban volt része azoknak, akik a német tájház udvarára érkeztek az ünnep alkalmával. Együtt ünnepelte a húsvétot szakadát. A nyuszi papa és a nyuszi lányok kedves invitálása idén is sokakat megmozgatott. A településen több évtizedes hagyománya van, hogy húsvét vasárnap összegyűlik a falu apraja nagyja, és amíg a kisebbek lefoglalják magukat különféle játékokkal, nyuszi csomagkereséssel, addig a felnőttek a szeretett vendégség kínálta finomságok mellett beszélgetnek. Elsősorban gyerekeknek szól, de nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy a felnőttek is részt vegyenek rajta, és hogyha szeretnének, akár be is állhatnak játszani, de elsősorban inkább a gyerekeknek, vagy pedig kis és nagyobb iskolásoknak szól. Lehet verset mondani, játékokat szervezünk ilyenkor nekik, meg amint látszik, mi is beöltözünk nyulaknak, illetve hát ezzel köszöntjük mi is a kicsiket, és egyben a felnőtteket is. Nagyon jó a közösség kovácsoló ereje ennek, hiszen egy alkalmat kínál arra, hogy mindenki találkozzon egymással, aki részt vesz ezen a rendezvényen, és beszélgethetnek a felnőttek addig, amíg a gyerekek játszanak. Én is ebből a faluból származom, és például én a gyerekeknek, a most játszó gyerekeknek a bő 70%-át már nem is ismerem, szóval valószínűleg ők már rokonoknak az unokái, vagy hát valahonnan máshonnan érkeztek ide, úgyhogy nem hiszem, hogy ők helyi szakadáti gyerekek. A felnövekvő generáció számára egy maradandó élmény lehet a közösen eltöltött ünnep. A település számára ezért is fontos, hogy a hagyományos rendezvényeik évről évre megszervezésre kerüljenek. Konkrét emléket nem tudok kiemelni, de emlékszem rá, hogy nekem is sokat jelentett annak idején gyerekként ez a húsvéti rendezvény. Fontos ez a húsvéti rendezvény a településünk számára. Valóban nagyon jó összekovácsoló ereje van kicsiknek és nagyoknak itt a faluban. A focipályán ezúttal nem a labdajátéké volt a főszerep. A csapatok sorversenyen mérték össze, ki tud egy-egy feladatot rövidebb idő alatt megoldani. Olyan ügyességet igénylő tevékenységekből állt össze a délutáni program, ami akár a testnevelés órákról is ismerős lehetett a gyerekeknek. Hát ugye sorversenyezünk, minden évben meg szokták ezt rendezni. Ez az első. Mert Budapestről érkezett. És egyébként egészen tetszik. Főleg a nyuszik, ahogy be vannak öltözve, csodálatos. Az minden évben szokott lenni. János bácsi, ez a kedvenc. The best. A német tájház igazi húsvéti díszbe öltözött udvarában lehetőség volt a nyuszi simogatásra is. A nagyszülők örömmel hozzák el ilyenkor a látogatóba érkező unokákat, dédunokákat, hogy egy kellemes délután töltsenek együtt. Visszaemlékezünk a gyerekkorunkon, hogy milyen volt akkor, és most milyen. Nagyon aranyos és egy nagyon jó rendezvény. Évek óta megtartják itt a faluban. Örülünk neki, mert a pici gyerekek azért nagyon örülnek ennek, hogy van egy kis csomag, egy kis nyuszi ünnepség, versmondás, hasonló. Hagyományőrző, és szerintem ez egy faluban nagyon fontos, mert egy ilyen közösségformáló rendezvény. Szerintem ezt hosszú távon meg kell tartani, mert nagyon örülnek neki a gyerekek, a pici gyerekek, és a szülők is úgy vannak vele, hogy szívesen hozzák ide a kisgyereküket, mert azok meg szórakoznak itt, meg egy ilyen kis, tényleg egy ilyen kis hagyomány teremtő dolog. Úgyhogy reméljük, hogy ezt sokáig fenn fogja tartani itt az önkormányzat, meg a német önkormányzat.